Vannak aranyos, cuki, simogatni való állatok, és vannak olyanok is, amiket jobb bármi áron elkerülni. Nos, a mai izgalmas toplistában a második csoportra fogunk koncentrálni, ugyanis a legagresszívebb állatokat mutatom be nektek, akiket sosem szabad feldühíteni. Maradj itt a legvégig, ugyanis az első helyre egy olyan állatot tettem, amin még az állat is le fog esni. Kafferbivaj. A kafferbivajok csoportokba verődve élnek, és kifejezetten összetartóak. Emiatt kemény ellenfelei a ragadozó állatoknak, mert ha sikerül is elkapnia valakinek egyet közülük, az egészen biztos, hogy egymás segítségére fognak sietni mindannyian. Ugyanez igaz a vadászókra is, emiatt pedig Afrikában a legtöbb emberi halál ehhez az állathoz köthető. Közel 1 tonnásak és 180 centi magasak, a nagy és vastag szarvuk pedig képes akár átlyukasztani még az autót is. Természetesen őket se közelítsétek meg, ahogy senki mást inkább a mai videóból, mert olyan fejlett izomzatuk van, és olyan erős a testfelépítésük, hogy nem csak gyorsan képesek futni, de akár még képesek kisebb akadályokat is megmászni. Pávián. A páviánok nem csak simán agresszívak, de ráadásul a természettudósok megállapították azt, hogy a majmok között ők a legagresszívabbak. Életvitelük teljes mértékben az erőn alapszik, azaz olyan extrém erős hím-hierarchia van a csoportjaikban, hogy igyekeznek minél erősebbnek és keményebbnek mutatkozni, hogy nehogy a létra aljára csúszanak. Emiatt gyakoriak a páviánok közti párbajok, amikor erejüket fitoktatják a másik számára. Habár nem túl jellemző, hogy életveszélyes lenne az emberekkel való találkozásuk, azért a borotva éles fogaikat jobb inkább nem közelről megismerni. Érdekesség, hogy a mosolyt ők párbajra hívásnak veszik, ugyanis nem barátságot, hanem grimaszt jelent náluk, ami például sokszor volt szafari utak alkalmával kellemetlen meglepetés a turisták számára. Jegesmedve. Hogyha a vadonban szemmel látható közelségben egy jegesmedvére figyelsz fel, akkor már valószínűleg túl késő és esélyes sem lesz menekülni. Amellett, hogy minden erejükkel a kicsinyeiket védelmezik, tehát bárkivel bármikor élethalál harcot hívnak, ha a kölykeiket fenyegeti, emellett ragadozó vadászó állatok, akik akár órákon át is képesek követni prédájukat, észrevétlenül a tökéletes pillanatra várva. Habár nem kifejezetten hajtanak összecsapásokra ezek a 700 kilós állatok, mint például a páviánok esetében, az biztos, hogy nem riadnak meg, ha a helyzet elfajulni látszik. Méhészborz. Egy nagyon érdekes tagja következik most a toplistának, ugyanis az emberekre nézve nem veszélyes, azonban olyan vakmerő dolgokat csinál a vadonban, hogy leesik még az állat is. Gyorsan bepipul, olyankor pedig olyan agresszív lesz, hogy mindenkinek neki megy. Mármint, hogy még magánál 10-szer nagyobb ellenfeleknek is, mint például óriás pitonoknak, vagy oroszlánoknak, vagy ha kell még bivajokkal is élet-halál harcot vívnak. Nagyon vastag bőrük és szőrzetük van, ami tökéletes bunyós adottságnak számít a legtöbb állattal szemben. Nem tudnak beléjük karmolni, vagy könnyen megharapni sem őket, ráadásul mivel alacsonyan van a súlypontja, így gyorsan tud fordulni és mozogni. Szervezetük a legtöbb kígyó mérgére immunis, és elnézve hogyan száll harcba oroszlánokkal, inkább azt hiszem jobb, ha nem húzott fel. Keskeny szájú orrszarvú. Korábban már beszéltem ezekről az állatokról, ugyanis extrém veszélyeztetetnek számítanak, azonban ma egy másik oldalukat mutatom be nektek. Ők ugyanis a legveszélyesebb orrszarvúak, akik teljes mértékben kiszámíthatatlanok. Néha békésnek tűnnek, máskor pedig egyik pillanatról a másikra rontanak neki autóknak, és mindennek, ami csak az útjukba kerül. Azt mondják, ennek az oka az, hogy nagyon rossz a látásuk, így nem tudják megmondani, mit látnak, ezért egyszerűbb simán csak mindenre rátámadniuk. Egy teljesen kifejlett példány akár 2500 kilós is lehet, úgyhogy csak óvatosan közelítsd meg őket, vagy inkább egyszerűen ne is menj hozzájuk közel, az a legbiztonságosabb. Fekete mamba. Habár a legtöbb valóban életveszélyesen mérges kígyó inkább rejtőzködő életet él, és az embereket is elkerüli, sajnos a fekete mambára ez nem igaz. Sőt, nem csak hogy mérge, képes 7 óra alatt végezni egy emberrel, de mellé még nagyon gyorsak is. Habár ez nem a világ legmérgesebb kígyója, azonban ez a legagresszívabb mindközül, aki akár képes olyan magasra felkapni fejét és testét, hogy elérjen az ember melléig. Egyébként a neve megtévesztő, mert az állat maga nem fekete, viszont a nevére vonatkozó fekete jelzőt az adja, hogy a szája belülről olyan sötét, mint a tinta. Leginkább elterjedt az afrikai kontinens délkeleti részein, Szomáliától egészen Dél-Afrikáig. Elsősorban a fás szavannákat, sziklás hegyeket és a folyómenti erdőket kedveli.
Víziló. Lehet, hogy ránézésre aranyosnak tűnnek, és úgy gondolod, a kis gömböcök túl lomhák és lusták ahhoz, hogy bárkivel problémázni akarjanak, azonban a valóságban sokkal veszélyesebbek, mint gondolnád. Ráadásul a vízilovakról azt mondják, hogy több állatot ölnek meg, mint bármelyik másik emlős a földön. Senkitől se félnek ráadásul, ha kell krokodilokat, medvéket vagy cápákat támadnak meg. Extrém módon territoriális állatok, emiatt gondolkodás nélkül azonnal támadnak, ha valaki a területükre téved. Hogyha pedig valamiért elég vakmerő vagy ahhoz, hogy megpróbáld megközelíteni a víziló borjút, akkor nagyon nagy eséllyel az utolsó dolog lesz az, amit életedben látni fogsz. A nőstény állat ugyanis képes lenne akár 100 ellenséggel is megküzdeni, ha valaki a kicsinyét veszélyeztetné. Mivel pedig ezek az állatok több mint 1000 kilósak, így elbírjuk képzelni, milyen komoly ellenfelek lennének bárkinek. Nigériából még arról is van videó, hogy egy víziló egy hajót borított fel, amin 30 ember utazott. Tasmán ördög. Ez a félelmetes állat kizárólag Tasmániában őshonos, így nem kell attól tartani, hogy a boltba menet véletlenül verekedésbe kell velük keveredned. Feltéve persze, hogy nem pont Tasmániából nézed a videóimat. Nevét pont arról a hirtelen támadó ösztönéről kapta ez a vakmerő állat, ami közben a fogait mutogatja, felveszi a támadó állását és fülsüketítő hangon visítani kezd. Habár nem fognak maguktól az emberekre támadni, bármi áron megvédik magukat, így ha kell, még velünk is szembeszállnak, ami azért igazán probléma. Más, mert nekik van a legnagyobb harapásuk a húsevő emlősök között testmérethez arányítva. Érdekesség, hogy első körben veszély esetén a borzokhoz hasonlóan orrfacsoró bűzt állítanak elő, hát ha ezzel elijesztik az ellenfelet, de azután minden erejükkel harcolnak, hogyha muszáj. És kacok, ez lett volna a mai videó, mindenképp csapjatok egy lájkot akkor, hogyha élveztétek, és szeretnétek még ehhez hasonló állatos videókat. Beszéltünk már a legnagyobb állatokról, legveszélyesebb állatokról, sőt még betiltott kutyafajtákról is, de kifejezetten még a legesleg agresszívabbakról eddig még sosem volt szó. És hát azt kell mondjam, eléggé egy érdekes téma, főleg akkor, amikor rájössz, hogy vannak olyan kisebb állatok, mármint hozzánk képest kis testű állatok, akik konkrétan akár életveszélyesek is lehetnek, nem beszélve arról, hogy csak simán rámosolyogsz mondjuk egy páviára, az párbajra felhívásra fogja venni, ami egy eléggé furcsa dolog szerintem. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok érdekes és meglepő dolog van az állatvilágban, úgyhogy nagyon szívesen hoznék még akár további ilyen ismeretterjesztő, oktató, kis szórakoztató videókat, úgyhogy tényleg a kezetekben van ennek az egész sorozatnak úgymond a sorsa. Hogy érdekelnek további állatos témák, akkor ezt tudod nekem jelezni egy lájkkal, valami nyugodtan te kell a kommentekhez, és írd meg azt, hogy téged még milyen állatról és milyen témáról érdekelne következő videó. Én viszont most megköszönöm nektek a figyelmes kacok, nem sokára ismét találkozunk, lehet, hogy rögtön már holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is további szép estét, és sziasztok!